Ez a műsor nem lehet teljes a Fidesz európai politikájának bemutatása nélkül. Ők fogják küldeni vélhetően a legtöbb képviselőt Brüsszelbe, a véleményük megkerülhetetlen, a bőrünkre fog menni. De sajnos nem jönnek sem most sem, majd péntek este a 8 párti vitára sem. Ebben a tekintetben nem tudunk teljes képet nyújtani önöknek, és engem nem vigasztal, hogy legalább megpróbáltuk. Amit tenni tudunk, hogy felidézzük önöknek néhány általunk fontosnak tartott gondolatot tőlünk, és ehhez segítségünkre lesz Molnár Csaba, a DK képviselőjelöltje. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük akkor, vetítenénk egy gondolatot, egy idézetet Orbán Viktortól, és utána majd induljunk el ezen az úton, szeretném, hogyha reagálna rá. Csináljuk. Lássuk. Szélsőségesnek tekintek minden olyan politikát, amely veszélyes a magyarokra. Veszélyesnek és szélsőségesnek tekintem, ha valaki a bűnözők jogait az áldozatok elé sorolja. Veszélyesnek és szélsőségesnek tekintem az olyan gazdaságpolitikai javaslatokat, amelyek mellőzik az értelem és a józan ész elemi szabályait. Veszélyesnek és szélsőségesnek tekintem azt a politikát is, hívja az magát akár jobb, akár baloldalinak, amely azért akar pénzt elvenni a dolgozó emberektől, hogy odaadja azoknak, akik bár munkaképesek, de nem akarnak dolgozni. Vagyis szélsőségesnek tekintem, ha valaki nem a munkát, hanem a munkanélküliséget akarja támogatni. És a magyar népre veszélyesnek és szélsőségesnek tekintem azt a politikát, amely az 1000 éves Magyarországot valamiféle Európai Egyesült Államok oltárán fel akarja áldozni. Ezt ellenzem, és az ebből fakadó, meghunyászkodó külpolitikai magatartással együtt visszaszorítandónak tartom. De ugyanígy veszélyes és szélsőséges politikának fogom tekinteni az Európai Unióból való kilépés programját is. Nekünk magyaroknak viharos történelmünkkel a hátunk mögött meg kell értenünk, hogy aki nem ül a vacsoraasztalnál, nem lepődhet meg, ha az étlapon találja magát. No, akkor a DK veszélyes, mert pont az önök azok, akik az Európai Egyesült Államok programját, vízióját hirdetik. Valóban itt húzódik a határ, tehát meghunyászkodás, vagy pedig valamiféle harcos európaiság? Egyrészt nagyon büszke vagyok arra, hogy a miniszterelnök veszélyesnek tart minket. Az Orbáni politikára nézve a DK minden bizonnyal veszélyes. Magyarországra nézve nyilván nem vagyunk veszélyesek. Az a fajta szembeállítás, amit a miniszterelnök mond, hogy az Európai Egyesült Államok politikája, amit egyébként a DK nem most azonnal, de történelmi távlatban néhány évtized múltán jónak és szükségesnek tart, az a megalkuvás lenne. A totális elkülönülés politikája, amit ugye Orbán képvisel most az Európai Unión belül, az pedig maga lenne a hazafiság, ez egész egyszerűen butuska értelmetlen dolog. Nem ez a hazafiság. Hogyha azt nézzük, hogy a Orbán által hangoztatott szuverenitás az a legjobb dolog, ami létezhet egy országgal, akkor ezt tudom mondani, hogy a világ jelenleg legszuverénabb országa az Észak-Korea. Szeretnénk mi Észak-Korea lenni? Nem szeretnénk. Orbán nem feltétlenül szuverenitást hangsúlyoz. Hát, hogyha csak azt nézzük, hogy milyen típusú függőségbe kerültünk pénzügyileg és energiát tekintve is most Oroszországtól, ugye Paksra gondolok, hát akkor ez minden csak nem szuverenitás. Tehát, hogy nem feltétlenül van igaza, amikor azt mondja, hogy Orbán egy harcos szuverenitás párti. Az Európai Unió kapcsán folyamatosan erről beszél. Egyébként meglepő módon ez az Orbán fejében lévő zűrzavarnak egy ékes bizonyítéka, hogy a paksi atomerőmű szerződést is szuverenitási dolognak tartja Orbán Viktor, miközben azt hiszem, hogy önnek van igaza, éppen a szuverenitásunkat korlátozza ez a dolog. A miniszterelnök egy zavaros érveléssel pont az ellenkezőjét gondolja erről. Mi azt gondoljuk, hogy a 21. század az már meghaladta ezt a 19. századi nemzetállami elkülönülős logikát. A 21. századnak a jelszava az a partnerség és az együttműködés. Az Európai Unió erről szól. Most szorosabb ez a partnerség és az együttműködés, mint 20 évvel ezelőtt volt, és teljesen bizonyosak vagyunk benne, hogy 20 év múlva pedig a mostaninál lesz majd szorosabb. Egész egyszerűen ebbe az irányba megy Európa. Lehet, hogy csak fogalmi zavar van, mert amit ön partnerségnek és együttműködés
nevez, azt nevezi ő szerintem meghunyászkodásnak. Tehát, hogy amikor a közösségi érdek a nemzeti érdek elé kerül. Nem lehet, hogy ilyen egyszerű a megoldás? Szerintem nem erről van szó. Itt két dologban kell különbséget tenni. Az egyik az, hogy hogyan lehet képviselni a nemzeti érdeket. Orbán úgy gondolja, hogy úgy tudja képviselni az általa vélt nemzeti érdeket, hogy háborúskodik, balhézik, mindenkivel rossz viszonyban van, mi pedig úgy gondoljuk, hogy úgy lehet képviselni a nemzeti érdeket, hogyha szövetségeseink vannak, hogyha barátaink vannak, hogyha a magyar nemzeti érdeknek támogatói vannak az Európai Unióban. Tehát van egy működési hasznossági különbség, és van egy másik dolog, hogy mi a nemzeti érdek. Nemzeti érdek az, hogy a bírákat idő előtt nyugdíjba küldték, mert ugye ez volt az egyik vita Orbán és az Európai Unió között. Nem, ez nem nemzeti érdek. Nemzeti érdek az, hogy Magyarországon korlátozták a sajtószabadságot, ez volt a másik vita Orbán és az Európai Unió között. Nem, ez nem nemzeti érdek. Ezekben az ügyekben, a magyar demokrácia ügyekben, az Európai Unió szerveinek, a Tavares jelentésnek volt igaza, és nem pedig Orbán. Hát ő erre azt mondja, hogy ezt bediktálták, de menjünk tovább, mert pont a nemzeti érdekről szól a következő film. Lássuk akkor azt. Gazdasági kapcsolatainkat állítjuk a külpolitika középpontjába. Folytatjuk a keleti nyitást. Megerősítjük a gazdasági jelenlétünket és növeljük gazdasági súlyunkat a Kárpát-medencében. Ez érdeke Magyarországnak, a szomszédos országoknak és érdeke az Európai Uniónak is. A regionális gazdasági kapcsolatok eltökélt erősítése nem áll ellentétben a markáns nemzetpolitikai irányvonallal. A magyar ügy a II. Világháború óta megoldatlan. A magyar ügyet európai ügynek tekintjük. A Kárpát-medencei magyarokat megilleti a kettős állampolgárság, megilletik a közösségi jogok, és megilleti az autonómia is. Ez az álláspontunk, melyet képviselni fogunk a nemzetközi politikában. Na hát itt elhangzott, hogy folytatjuk a keleti nyitást. A kérdés az, hogy meddig mondható Magyarország érdekének a keleti nyitás? Vagy a búvó az ördögtől való? Az, hogy keleti nyitás az mit jelent, arról fogalmam nincsen, szerintem ez egy szlogen. Orbán használja nagyon régóta. Magyarországnak az elmúlt 21 néhány évben is... Például az, hogy lepacsizunk Paks ügyében. Magyarországnak az elmúlt 21 néhány évben is voltak nagyon jó keleti gazdasági kapcsolatai. A minőségi váltás 2010-ben az akkor következett be, hogy Orbán Viktor azokkal az országokkal, amiket nem lehet demokratikus berendezkedésűnek tartani Magyarországtól keletre, rengeteg ilyen ország van, azokkal nem pusztán gazdasági kapcsolatot tartott fenn, ahogy ezt csinálta nagyon helyesen mondjuk a Gyurcsány vagy a Bajnai kormány, vagy akár a korábbi kormányok is, hanem megpróbálta ezeknek már a politikáját is helyeselni. Hadd mondjak néhány példát, amiből ez világosan látszódik. Kell az oroszokkal jó gazdasági kapcsolat? Hogy ne kellene? De el kell jutnunk odáig, hogy az orosz-ukrán konfliktusban, ahol megtörténik az, ami a II. Világháború befejezése óta megengedhetetlen, hogy egyik európai ország háborúval egy másik európai országnak a területén lehasít egy darabot, és azt magához csatolja, ebben nem lehet Oroszország pártján állni, mert ez már nem gazdasági ügy. Mondok még egyet. Kell jó kapcsolat Kínával? Az egyébként nem demokratikus Kínával? Hogy ne kellene jó gazdasági kapcsolat? Most akkor én vagyok az ördög ügyvédje, és azt mondom, hogy van egy hanyatló, lassuló Európa, viszont van egy dübörgő Kína, vagy van egy olajban gazdag Kazahsztán. Miért Európára figyeljünk? Hát ott van a pénz. Azért, mert nem igaz ez az állítás. Ezt mondják Orbánék. Kína nem dübörög, Kína az elmúlt 2 évben kifejezetten növekedési problémákkal küzd. Az a hatalmas növekedés, ami jellemző volt. Növekedési problémának nevezzük azt, hogy nem két számjegyű a növekedés, hanem csak egy. Szeretném, hogyha Magyarország ebből a problémával nézze. Amit a demokráciáról mondott, azt viszont tökéletesen osztom. Akik ezzel foglalkoznak, azt mondják, hogy Kínában nagyon-nagyon épül az a lufi, amiből egyébként hatalmas gazdasági válság lett. Ne adja az úr, mert az egyébként be fog gyűrűzni az Európai Unióba és Magyarországra is. Az Európai Unió még mindig a világ legnagyobb gazdasági hatalma. Ez az 500 milliós közösség, ez a gazdasági teljesítményét tekintve nem csak Kínát előzi meg, nem csak Japánt előzi meg, az Egyesült Államokat is megelőzzük. Én szeretek mindig többes szám első személyben beszélni Európáról, mert magunkat Európa részének tartom. Gazdasági kapcsolatok, igen, kellenek kelettel. De azt mondani,
hogy akkor lesz Magyarországnak jó gazdasági kapcsolata egy keleti országgal, hogyha egy jogerősen elítélt baltás gyilkos bűnözőt neki kiadunk, az totális félreértés. Elhangzott ebben a filmben még egy izézet, ami ugye egy kő volt, a tobahított kő, a autonómiát a Kárpátalján érő magyarságnak. Mi az Unió, és főleg mi a DK viszonya ehhez a kérdéshez? Tehát miként gondolkodnak önök? Mi általában a határon túli nagyobb magyar közösségeknél autonómia pártiak vagyunk. A programunkban is ez van benne, most már évek óta, 2 évvel ezelőtt fogalmaztuk meg az ezzel kapcsolatos programunkat. Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy egy olyan helyzetben, amikor éppen Ukrajna területi szuverenitása van veszélyben, mert egy külső hatalom, egy szomszédos ország őt fegyverrel fenyegeti, darabonként csipeget le belőle részeket, ilyenkor nem szabad autonómiáról beszélni. Orbán ebben a vitában a lengyel miniszterelnöknek van igaza, aki azt mondta, hogy Orbán Viktor hatalmas hibát követett el. Ugyanis ilyenkor nekünk az a dolgunk, hogy az európai államok családjának tagjaként védjük közösen Ukrajna területi szuverenitását, mert most ez mindennél fontosabb. Nem szabad hagyni, hogy az oroszok agresszív háborúval területeket szerezzenek még egyszer Európában. Orbán rosszat mondott, és rendkívül rosszkor mondta, Tusk lengyel miniszterelnöknek minden szava igaz ebben az ügyben. Molnár Csaba, lett volna még idézetünk bekészítve, de az időnk az végét ért. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzá. Köszönöm a meghívást. Köszönöm.